Ezek az NGO-k igazából az embercsempész maffia hálózatának a részesei. Azok az NGO-k, akik illegális migránsokat szállítanak a földközi tengeren embercsempészést hajtanak végre, az embercsempészetet pedig súlyosan kell büntetni, hiszen az embercsempészek sok millió dollárt keresnek azon, hogy életveszélybe sodorják a migránsok életét, és elkövetnek egy komoly támadást azon országok szuverenitásával szemben is, akiket azért helyeznek nyomás alá, hogy befogadják az illegális migránsokat. Az embercsempészet és a migráció közös kezelése volt a középpontban a Nyugat-Balkán csúcson is, ahol az uniós tagországok és a nyugat-balkáni államok Albánia, Bosznia, Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia, Montenegró és Koszovó vettek részt egy közös megbeszélésen. A növekvő migrációs nyomás az Európai Unió és a Nyugat-Balkán előtt álló közös kihívás és a két térség közös felelőssége, hogy megfelelően kezeljék. Ezt írták a tiranai találkozójuk után kiadott közös nyilatkozatukban. Üdvözlöm a stúdióban Bakoni Györgyöt, a miniszterelnök belviztonsági főtanácsadóját. Jó estét Jó kívánok. kívánok! Többször beszéltünk erről, hogy a nyugat-balkáni útvonal milyen nyomás alatt tartja a magyar határszakaszt. Hogyan lehet, hogyan tudja az Unió kezelni és mondjuk ezeket az országokat bevonni abba, hogy ez megállítható Egy legyen. Nagyon jelentős növekedéssel együtt járó terhelés tapasztalata az egész balkáni útvonalon, annak a kiinduló ország a Törökország, és Törökországban is már, már az odaérkezők között is, annak ellenére, hogy több százezren visszatértek már Szíriába a visszatelepítési, török visszatelepítési program keretében, de a tavalyi év adataihoz viszonyítva már itt is jelentős növekedést tapasztalunk. Ez az igaz a görög szigetekre, vagy a görög szárazföldi határon, az Evrosz folyón történő áthatoláson, és a teljes balkáni útvonalon is, és hát ennek a végpontja itt valahol a szerb-magyar határon tapasztalható, 258 ezer elérte az elfogott, idén elfogott hatásítők száma, tavaly 113 ezer volt, tehát ebből látható, hogy igen, jelentős növekedés, és közel ezer fős növekedés van az elfogott embercsempészek számába is. Vagyis annak ellenére, hogy december van, és az eddigi korábbi években azt tapasztaltuk, hogy a hideg időbe állt az mérsékli a az indulási kedvet, különös a tengeri átkelésnek nagyon nehéz neki indulni, de hogy itt a felvezetőbe a külügyminiszter úr a tengeri határszakaszt említette, valóban ott is egy célzatosság figyelhető meg, hiszen alig, hogy az új olasz kormány megalakult, azonnal három hajó megjelent több száz migránssal, és tulajdonképpen politikai nyomás alá helyezték az, új az újonnan megalakult kormányt. Itt a balkáni útvonal más összefüggései a figyelemre méltóak, 2015 óta permanens nyomás alatt vannak ezek az országok, és az ő határőrizeti védekezési tevékenységük az valahol segítheti, és segíti is, vagy éppen nehezítheti az Európai Unió külső határainak a védelmét. Ez szóval a nehezíti, ez azt jelenti, hogy minden fenntartás és ellenőrzés nélkül átengedik őket, csak szabaduljanak a migránsok? Ezt nem, 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 nem tapasztaljuk. Ugye azért tudom ezt mondani, mert eh, magyar rendőri erők a észak-macedon határon is teljesítenek szolgálatot, szerb határon is teljesítettek hosszú ideje most már szolgálatot, és rendelkezésünkre állnak azok a számadatok, amik jelzik, hogy ott, ott milyen hatásértő elfogás szám tapasztalató. Tulajdonképpen védekeznek ezek az országok, de jobban kellene az Európai Uniónak az erőfeszítéseit oda a segítségnyújtás oldaláról, vagyis még mielőtt az uniós határokat elérik, szükséges lenne, hogy az ottani határozatot az Európai Unió bátrabban, határozottabban támogassa, és azokba a politikai elvárásokba, amelyet a, ezen országok Európai Uniós tagság iránti törekvésükben megfogalmazódnak, nagyon fontos lenne, hogy ez a közeledés, ez a biztonsági együttműködésre feltétlenül kitérjen. Pár napja beszélgettem itt a műsorban már egy olivérrel az Unió bővítésért felelős biztosával, és ő mondta, hogy ugye Törökország teljesen letett szinte, ugye megrekedtek az Uniós tagságról szóló tárgyalások, és teljesen le is tett erről a tervéről, Szerbia is vár erre folyamatosan, miközben Törökország nagyon komoly falat épít az Iránnal közös határszakaszán, pontosan a migráció megállítása miatt. Hogyan lehet ezeket az országokat bevonni? Az az igazság, hogy a magyar kormánynak az álláspontja ebben a vonatkozásban eléggé világos és hosszú évek óta hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos lenne a, a Balkán irányú bővítés az Európai Uniónak, milyen, milyen biztonsági, gazdasági és egyéb előnyökkel járna egy ilyen bővítés. Sajnos az Európai Uniónak ez irányú mozgása kicsit, mondjuk úgy, hogy lassúnak tekinthető, Törökország az egy teljesen külön történet, valóban ott ö, éles feszültségek keletkeztek az uniós tagsági tárgyalások ö, kapcsán. Ezzel együtt ö, először Törökország a, a szír határon, majd pedig az iráni határon valóban falat épített, és ezzel igyekszik távol tartani azokat a migránsokat, akiknek Törökországban való beérkezése, most már a török lakosság türelmét is hátrányosan befolyásolja. Egyébként az, hogy a, akik pedig beérkeztek, és mondjuk az ember nézi a televíziót, és mondjuk látja, hogy a marokkói szurkolók, vagy hát a Marokkóból oda menekültek, akik ugye most. Földeltették egy egyet, számban, ott vannak, hát nem senki nem tudja, hogy a Marokkóból miért kellett elmenekülni, tehát milyen politikai üldöztetésnek voltak ők kitéve, de esetre mutatja, hogy azok az elképzelések, amelyek az integrációról, az európai kultúrkörbe való belépésről, a mi hamarabbi nyelvtanulásról és a munkavilágába való megjelenéséről 2015 óta gyakran elhangoznak, ezek eléggé messze vannak a valóságtól. És ja, a problémát az jelenti, hogy a kitoloncolásuk egyáltalán nem működik. Nagyon sok ilyen történetet lehet olvasni, hogy a különböző erőszakos bűncselekmények, amelyeket a bevándorlók követtek el, részben ugye felderítik, ki, megpróbálják kitoloncolni, de nem sikerül egyáltalán. Szóval Miért? Itt, egy, itt, egy, többes probléma van, mert ugye minden elfogott, akit mi a határon elfogunk, vagy akár bárhol a balkáni útvonalon elfognak, az érkezőknél nincsenek okmányok. És ez igaz azokra is, akik megérkeznek aztán mondjuk Németországba, Hollandiába, Belgiumba, Franciaországba és Védországba. Tudnék, ott is ők bemondják, hogy őket hogy hívják, milyen állampolgárok és honnan jöttek. Egy időben, 2015-ben mindenki szériából érkezett, akkor is, ha nem tudtak. És mindenki január 1-én. Nem, nem tudtak arabul. De ennek az a következménye, hogyha lefolytatnak egy menekülti egyenjárást, ahol millió lehetőség van, hogy lassítsák, megakadályozzák a kitoloncolásukat, de ha ezre mégis sor kerülne, mert azért van példa, akkor nagyon gyakran kiderül az az állampolgárság, amit ő bemondott, hogy ő most Tunéziából jött, vagy Szíriából jött, vagy akárhonnan jött. Ez aztán nem állja ki a valóság próbáját, tehát mikor megpróbálják egyeztetni azzal az országgal, ahova vissza szeretnék toroncolni, nagyon gyakran érkezik az a válasz, hogy nekik nincs ilyen állampolgáruk. Épp ezért tehát az a tömeges illegális migráció, amelyik egyre erőszakosabban, egyre inkább a jogszabályokat, a biztonságot, a helyi lakosság érdekeit messze menően figyelemben nem véve zajlik ma Európában, ez nagyon súlyos következményekkel jár. Mi ezt hangsúlyozunk 2015 óta, sok támogatást nem kaptunk ebbe az álláspontunkba, de a magyar rendvédelmi erők, a magyar honvédség és az új határvadász alakulatok továbbra is mindent megtesznek, hogy a határt biztonságosan őrizzék. Vakoni György, köszönöm szépen Én a beszélgetést.